reneszánsz óta is születtek polihisztorok. Ilyen volt Kós Károly, erdélyi születésű magyar építész, író, költő, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus, néprajzkutató. Három nép, a magyar-román szász együttélés kifejezője volt. Ha kellett, mind a három nyelven anyanyelvi otthonossággal. Úgy tartják, ő volt az utolsó magyar polihisztor. Polihisztor azt jelenti, hogy mindenhez ért az ember. Egy építésznek egyébként szerintem mindenhez érteni kell, ahhoz, hogy csak a szakmáját tudja magas színvonalon gyakorolni. Tehát tudni kell sok mindent, aminek az eredménye egy jó ház. Most Kós Károly azért ennél több volt. Egészen, ha az életét nézem, hogy ő tulajdonképpen tanító is volt, nem csak zseniális építész. Építészet önmagában olyan dolog, ami anélkül nem lehet megcsinálni, hogyha sokféle dolgot nem próbáljuk megérteni. Mert végül is az építészet mégis egyfajta keret, és Kós Károlynak az építészete különösképpen a múltból, a környezetéből, a közösségnek készült, tehát ebből adódóan mindenképpen abba bele van kódolva, hogy sok mindenhez kell érteni. Meg kell tanulni nagyon jól rajzolni. Szabad kézzel, szóval Kós Károly elképesztő módon bírta ezt a tudást, amely ma ugyan elfelejtődik a monitor és a számítógép megjelenésével. Én nem a számítógép ellen beszélek, de az, hogy egy építész, egy alkotó ember ne tudja szabad kézzel kifejezni a gondolatait, az bizony meglátszik az általa készített végterméken is. Kós Károly olyan emblematikus alakja a magyar építészet történetnek, amely azt hiszem, hogy mindenki számára jelent valamit. Tamási Áron mondja, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. És ez az otthonlevés, ez építéssel kezdődik. És ezt Kós Károly nagyon jól tudta.